Sziasztok! Most 2020 8. hó 9-e van. Azért döntöttem úgy, hogy kipróbálom a nyers vegán táplálkozást, mert hát három illető miatt Jézus, Saint Germain és Edmond Bordeaux székely miatt, ugyanis elolvastam az Essénus béke evangélium első könyvét, amiben is Jézus többször nagyon elítéli a húsevést, és sokszor hát nagyon-nagyon jónak tartja a nyers vegetáriánus, nem vegán, hanem vegetáriánus táplálkozást, és a nyers vegetáriánus táplálkozással és más egyéb módszerekkel gyógyít számtalan embert sikeresen. Aztán 1900 évvel később Edmond Bordeaux székely szintén nagyon sokszor sikeresen gyógyít embereket, viszont már nyers vegán táplálkozással és egyéb módszerekkel, például halálos beteg embereket is, leprásokat, illetve trópusi láz, azt hiszem trópusi lázban szenvedőket. És hát ezek halálos betegségek, úgy tudom. Ott a trópusi láz gyógyításakor egy ilyen missziónak, egy ilyen küldöttségnek, vagy minek a tagja volt, három orvossal együtt elment a trópusi lázban szenvedő eknek a falujába, és ott a három orvos a nyugati orvoslási módszerrel próbálta meggyógyítani az ottani betegeket, Edmond Bordeaux székely pedig a nyers vegán táplálkozással és egyéb módszerekkel, természetes módszerekkel, tehát nem kemikáliákkal, hanem a természettel. És Edmond Bordeaux székely sikeresen meggyógyította ezeket a betegeket. A három orvos viszont egyáltalán nem tudta meggyógyítani azokat a betegeket, akikkel ők foglalkoztak, ugyanazzal a betegséggel küzdő betegeket. Sőt, saját maguk az orvosok is ott meghaltak, mert elkapták ezt a betegséget a betegeiktől, és meghaltak. Annak ellenére, hogy amikor azt hiszem már két orvos meghalt, és már csak egy volt életben, Edmond Bordeaux székely felajánlotta neki, hogy az ő módszerét alkalmazza saját magán, tehát hogy a nyers vegán táplálkozást, stb. Alkalmazza ez az orvos saját magán, pontosabban Edmond Bordeaux székely segítene ezzel neki, és az orvos ezt elutasította, annak ellenére, hogy látta a kollégáit meghalni, látta a saját betegeit meghalni, és hát Edmond Bordeaux székely nyilván elmondta neki, hogy egy kis távolsággal arra ő meggyógyította ebből a betegeket, sőt, hát saját maga is egészséges maradt. És ez az orvos inkább meghalt. Most ezt lehet, hogy furcsájátok, de ez nem egyedi eset. Több ilyen esetről hallottam, most így a 20. századból, 21. századból, tehát a napjainkban is ezek történnek, hogy hiába, hogy sokan látják, hogy egyszerűen nem működnek a nyugati orvoslási módszerek, a 90 nem tudom, egy százalékokban nem működnek egyszerűen. Mégis sokan ahhoz fordulnak és meghalnak, holott látják, hogy a többiek is meghalnak, mit tudom én, kemoterápia, meg egyéb barbár
módszerek ellenére, vagy hogy is mondjam, igazából az az érthető, hogy meghalnak ezek az emberek. Az a csoda, hogyha például a kemoterápia ellenére életben marad valakinek a teste. Na mindegy, és nem fordulnak spirituális módszerekhez. Tudok olyanról, akinek abszolút fel lett ajánlva spirituális módszer, és ő ezt elutasította, nem használta, pedig nem került volna neki egy fillérjébe se, és meghalt. Na, szóval ez volt a második ilyen dolog, ugye az első Jézus, a második Edmond Bordeaux Székely, 1900 évvel később. Ezt egyébként Jézus gyógyításait, hát az Essénus Béke evangéliumban olvashatjátok, hozzá tudtok jutni, hogyha keresitek. Az Edmond Bordeaux Székely gyógyításait és egész élettörténetét pedig abban a könyvben olvashatjátok, ami hát önéletrajzi könyve, és az a címe, hogy A kortalan kutatása. Első könyv. A kortalan kutatása. Az 1920-as években indul ez a történet, és ha minden igaz, akkor az 1930-as években végzi ezeket a gyógyításokat. A harmadik, akit megemlítenék, az pedig Saint-Germain. Ő az 1700-as, 1700-as években élt, és szintén nyers vegán táplálkozást folytatott. Eszméletlen különleges képességei voltak, kerestem rá a megfelelő szót, de nem tudok rá jó szót igazából. Hát ugye mindenki a csodájára járt, ő ugyebár második Rákóczi Ferenc fia volt, és hát eszméletlen nagy gazdagságban élt a különleges képességeinek köszönhetően, és hát jó néhány ilyen lakomán vett részt, ahol ugye a franciaországbeli, ugye párizsi, ha minden igaz, leggazdagabbak, ugye összegyűltek és lakomáztak. Volt olyan, hogy ő hívta meg magához ezeket az illetőket a palotájába, és addig, amíg a többiek ott a rengeteg húst, meg mindenfélét zabálták, ő a tányérjáról csak is nyers zöldségeket és gyümölcsöket evett, tehát nyers vegán táplálkozást folytatott, és amikor ezért őt kinevették, akkor csak annyit válaszolt, hogy én élőt eszek, ti meg holtat. Vagy én az életet eszem, ti meg a halált. Valami ilyesmit válaszolt nekik. És ugye Jézus a béke evangéliumban azt mondja, hogy amit a tűz melege, nem tudom, hogy fogalmazza, tehát amit megfőznek, az halott étel. Jó, akit bővebben érdekel ez a három illető, Jézus, Saint-Germain és Edmond Bordeaux Székely, az talál könyveket, videókat róluk. Akit bővebben érdekel a nyers vegán, vagy szimplán a vegán, vagy a vegetáriánus táplálkozás, az szintén talál valószínűleg sok könyvet és videót. Csak egy valamire figyeljetek, hogy nagyon nézzétek meg, hogy milyen forrásból, mennyire megbízható információk azok, amikhez így hozzájuttok,
és mindenképpen ne egy videóból, ne két videóból, hanem sok videóból, sokféle forrásból, sokféle könyvet olvassatok el, és videót nézzetek meg, mert nagyon sok sajnos a mindenféle összehordott hát butaság ilyen téren, meg hát minden más téren is igazából az interneten, meg most már sajnos könyvekben is. Tehát például azt hiszem Debreceni Egyetemen indított valaki egy buddhista szakot valamikor, talán 5 évvel ezelőtt, és keresett hozzá irodalmat, hogy ugye mik alapján indítsa ezt el, vagy már korábban is, amikor ő már sokkal korábban foglalkozott buddhizmussal, csak ugye azért az egyetemen való oktatáshoz azért nagyon fontos, hogy megfelelő forrásból, és hát akkor szembesült azzal, hogy nemzetközi, külföldi kollégái véleményét kikérve szembesült azzal, hogy igazából hát szép számmal akadnak sajnos olyan írások, még a buddhizmusról is, amik egyszerűen nem megfelelőek. Na, ez zárójel bezárva. Tehát ezért hát a vegánságról, vegetáriánus táplálkozásról én bármikor, bármit kitettem, kiírtam, csak annyit Facebookra, hogy mondjuk 5 hónapja vagyok vegán, óriási vita kezdődött, 100 hozzászólás, soha semmiért talán nem volt ekkora, hát hogy mondjam így, hogy felrobban a Facebook, de ekkora vita semmit nem váltott ki, mint az, amikor bármikor bármit kitettem, vagy kiírtam a vegetáriánus vagy a vegán táplálkozásról. Pedig aztán ez, hogy kiírom, hogy 5 hónapja vagyok vegán, ez miért zavarna bárkit? Vagy miért? Tehát álmomban nem gondoltam volna, hogy ez felháborodást vált ki egyesek között. Most az, hogy én mit eszek, az mit érdekli őket? Nyilván azért jelöltek be, azért követnek Facebookon, mert érdeklik őket azok a dolgok, amiket kiteszek. Na mindegy. És én akkor se, meg most se mondom azt senkinek se, hogy legyél vegán, vagy legyél vegetáriánus. Felőlem mindenki azt teszik, amit akar. Hát itt nap mint nap látom, hogy ugye emberek szívják a cigit, szívják a mérget, isszák az alkoholt, isszák a mérget, most innentől kezdve miért érdekelne, hogy bárki. Mindenki azt csinál a saját testével, amit akar. No. Szóval visszatérve, E3 illetve a róluk szóló könyvek és videók alapján döntöttem úgy, hogy kipróbálom a nyers vegán táplálkozást, és hát majd meglátom, hogy nálam milyen változásokat okoz, annál maradok-e, vagy visszatérek a sima vegán táplálkozásra. Most egyébként 1 év 6 hónapja folytatok vegán táplálkozást 99%-ban, körülbelül 1 éve cukormentes táplálkozást, szintén ilyen, hát ilyen 95%-os mértékben. Azért mondom, hogy 99%-osan vagyok vegán, mert egy valamit fogyasztunk a párommal, az pedig a tojásmentes majonéz. Találtunk ilyen majonézt, hogy tojásmentes, de még ebben is van valami tejsav, vagy mi. Na mindegy, majd egyszer ezt is el fogjuk hagyni. Lehet házilag is majonézt készíteni. Jól van, sziasztok, majd folytatom ezt a videó sorozatot.